Jó estét kívánok! Ez a Jazz Karts, a Karts FM Jazz magazinja. Gáspár Károly vagyok. Csipkés Sándor a jazz több vonulatát tekintve jeleskedik, azonban a nagyszerű zongorista pedagógus elsősorban a műfaj latin irányzata mellett kötelezte el magát. Több élvonalbeli formáció tagjaként ismerheti a közönség, melyekkel a közeljövőben jobbnál jobb koncertek kapcsán hallhatjuk fantasztikus játékát. Kedves hallgatóink, a Jazz Karcs ma esti vendége, Csipkés Sándor, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök a stúdióban. Szia Sanyi, örülök, hogy itt vagy velünk. Szia Karsi, köszönöm szépen, hogy itt lettek, és a meghívást is köszönöm. Sanyikám, az a javaslatom, hogy így a műsor elején egy picit utazzunk vissza az időben. mesénekünk nekünk, kérlek arról, hogy hogyan lettél zongorista, miért pont ezt a hangszert választottad, örök szerelmedül, és hát volt -e ennek családi hagyománya? Nálunk nem volt jellemző a zene. Amennyire én tudom, az én családomból ez hiányzott. Milyen munkás család voltunk vagyunk, legalábbis most már csak voltunk. Édesapám vonalán vannak, vagy voltak prímások, de én tőlem ez teljesen távol áll, ez a, ez a magyar zene, vagy nevezük cigány zenének, ez nem volt része az életemnek. Klasszikus zenével kezdődött minden, gondolom ez sokunkról elmondható. Aztán én nem mentem konzervatóriumba, mert a, úgy értem, hogy a klasszikus zenétnek a, a, a falaiba beleütköztem, úgyhogy Hát nem voltam elég kitartó a klasszikus zenében, fogalmazzunk úgy. Megmondom őszintén, mintha magamat hallanám. Tehát a klasszikus múzsika kötöttsége az teljesen mélyen engem, hogyha oda került a sor, Igen. koncertekre, koncertekre kell készülni. Igen, Igen. hát ö, fogalmazzunk úgy, hogy én, tehát az a helyzet, hogy én nagyon-nagyon romantikus vagyok, és ugye nekem voltak ilyen akadályaim, hogy nem tudtam megtanulni Bartókot, viszont chopin az kb, hát ezt mondom, hogy egy hét alatt befejeztem a Grand Walls Briantot, annyira szerettem akik ma már ugye a tanárok, és a gyerekkori barátaim, mint Czerner Rudi, meg, 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 a Balázs János, ugye ők, ők tehát mi igazából így, így, így majd, hogy nem azt mondom, hogy, hogy addig a szintig sose tudtam volna eljutni, mert hogy az már hiányzott belőlem az a plusz, ami, ami ehhez kell. És nekem ez, nem tudom, talán nem lustaságnak mondanám, ezt amilyen demotivált voltam, fogalmazzunk így. Én, 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 mindig a romantikus zenét szerettem, és ez ki is ült egyébként egész gyerekkoromra, mert hogy a klasszikus zene mellett én nekem úgy az volt a játékom, hogy hallgatgattam zenét, és akkor az én apám még Eddát hallgattak, meg Zambó tehát én nem fogok hazudni, ez az igazság. És egyszer csak képzeld el rá, akadtam egy Miles Davis lemezre. Fogalmam sem volt. Otthon hogy... vagy Nem, egy nem, nem. Nekem, nekem az, volt a, az volt az egyik ilyen hobbi, hogy járkáltam ilyen ilyen régiségboltokba, és akkor volt ott lemez, és akkor CD. Nekünk otthon volt CD, lejátszunk, és néztem, hogy van egy ilyen trombitás, hm, mi a hangja lehet, és akkor megvettem. De hát voltam 12-3 éves. Beraktam, hát és akkor ott eldőlt a sorsom, gyakorlatilag <laughs> ezt, ezt, tudom mondani, hogy más Davisnak a lemeze volt, amit hallottam, és akkor utána, amikor bevezették hozzánk a kábel tévét, beszélek 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, akkor a mezzon Errol Garner zongorázott. Hát ott, 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 lettem bajba. Hát a jazzzel ott kerültem igazából közel, és akkor kerestük a tanárt az apukával, meg anyukával, hát sem volt senki. És mint ek, hát az egész gyerekkoromat ilyen Isten közelében töltöttem, és az egyik ilyen, nagy, ilyen nagyobb alkalommal szó is ott volt. Hát ezúton is köszönöm neki azokat az éveket, amiket ő belém tett, ugyanis ő miatta lettem megszállottja a zongorának. Addig annyira nem voltam az. Úgyhogy igazából ő volt az, aki elkezdett engem helyre tenni. És a zongora tanulás elkezdése a saját ötleted volt, vagy a szüleid mondták, hogy Sanyika próbálkozunk meg azzal, beíratunk zongorázni, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Ha a kicsik kiskoromról gondolunk, akkor nem, akkor által nagyon muzikális voltam, és akkor elvittek egy ilyen beiratkozásra, Városi Zeneiskola, és hát akkor anyám elmesélése szerint, elmondása szerint, azt történt, hogy a, a, a felvételénél, amikor tapsolni kell, meg vissza kellene nekem kell a dolgot, akkor így kiviharzott az ongora tanárnő, akire én jutottam, és azt mondta anyám hogy azonnal vegyenek hangszert. Nem tudom, kiderült-e már, hogy jól döntettek e vagy sem, de én minden esetre örülök neki. Azóta az a tanárnő, az a kollégám lett úgyhogy egymás mellett tanultunk az is két, két, két külön intézményenben, de ugyanazon a pozícióban tanítunk mindketten, úgyhogy jó döntés volt. És hogyan folytatódtak a tanulmányaid? Az utolsó évben, a hatodik évfolyamban, hát engem harmadikban megbuktattak zongorából, ezt kell, hozzá kell, hogy tegyem, mert annyira nem voltam ügyes a Bartókok terén, meg a Bachok terén, pedig a későbbiekben jó lett volna. Az történt, hogy megkérdezte tőlem a zongoratanárnőm, hogy Hát mi lenne, hogyha mennék a könnyű zene irányába? Ezt a klasszikus zongoratanár nő kérdezte meg tőlem, azt se tudtam, miről beszél, fogalmunk se volt róla. ismét a kőbányai zenestúdióba, nem vettek fel elsőre. Aztán találkoztam a Szoszó Lakatos aki most már nekem egy legenda. Aztán ő felkészített Mint is a Mint akkor... számára. Hát figyelj, én szerintem talán tőle is van ez, hogy, egy ilyen univerzális váltam. Szerintem miatta van az mert nem, nem egy dolognál ragasztott le, vagy ragadtunk le, hanem mi a, ő vitte engem életem első jazz koncertjére, és hallgattam akkor, még ha jól tudom, a Verespáni utcában volt a jazz Garden. jazz Garden. Oda, oda mentünk, és ott, ámultam, bámultam, hogy mi, mi, mik vannak ott. Úgyhogy ez, ez egy ilyen hosszabb folyamat volt, de igazából a jazz mint olyan itt köszönt be az életembe. Aztán gondolom később felvettek a kőbányai zene Igen, felvettek, majd nem tudtam Kihez azt kerültél Hát képzeld el, hogy én, én olyan mázlista voltam, a Kaltenekkel Zsolthoz kerültem, és mindenki mondta, hogy ilyen ő bácsihoz kell menni az esze és én mondtam, hogy nah, nekem az jobban tetszik a, 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 a Zsolti, mert hogy... Más, más hogy ne persze. Tudod, és, aztán ő elkezdett engem tanítani, és akkor, amikor elkezdtem előtte az ongorázni, akkor mondta nekem, hogy fú, hallotta -e neked, olyan latinos billentésed van, azt se tudtam, miről beszél. De nem, tudtam. És igazából, hogy ez így a fejembe, hogy latinos billentés. Mondom, mit jelentet az, hogy latinos billentés? És akkor így indult el ez a vonal is. Nem akarok nagyon szakmázni, de engem is érdekel ez a dolog, és abban bízom, hogy kedves hallgatóinkat is közérthetően próbált nekünk elmagyarázni, Sanyi, tényleg, hogy mit jelent az, hogy latinos billentése van egy zongoristának? Na most a jazz zongoristák, tehát én azért tudom ezt a részét, mert hogy effektíve ugye nekem is onnan a jazz szakról van diplomám, Béa, de nem is ez a lényeg, hanem én ugye jártam az Orákámánhoz, és jártam a Binder Karcsi tanárúrhoz is, és mind a ketten ugyanazt tanították nekem, sőt, még a regály tanár is ugyanazt tanította nekem, hogy hogyan kell billenteni. Na most a, a, bibá billentésről szerintem te többet tudsz elmondani, mint én, Ugye, hogy a lovacskázás ki kell a kezünkből, legalábbis nekem ugye sokszor. A lovacskázás az a hangsúlyozás, és a jellemző. Igen, igen hát vagy, vagy azokra jellemző, ugye, akinek, ilyen rejtett fogalma sincs, hogy mi van benne, valamiért erre dolgoznia kell. Na most a latinos billentés az pedig perkusszív, azt jelenti, Szóval, hogyha újra, ha most az, ha oda teszünk egy egy, egy, egy oktávos zongorát, nyíj, egy kis billentyűt eléd, és azt mondják, hogy akkor üssél már, itt a légy szíves, egy swinget, menni fog. De ha azt mondják, hogy üssél egy deszkárgát, vagy, vagy valami, vagy mit tudom én, egy, 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 egy tumbót, vagy egy kampánát, az azért nem biztos, hogy fog menni, mert hogy, a, mert hogy nem látod magad előtt a hangszert. És én ugye jártam hét éven keresztül dobolni a Jávori Vili bácsihoz, és lehet, hogy onnan jött az, hogy hogy az, hogy az ujjaimmal is azt csináltam, amit a kezemmel, és akkor annyira perkusszív lett a billentésem, azt jelenti, hogy hangsúlyos, nagyon hangsúlyos a billentés. És ugye az, a latin zongorázásban, főleg legalábbis azt, amit én ugye képviselek, azt mondom, amikor ott kell játszani, tehát ezt kell elfelejteni. Vagy ennek ugye vannak ilyen alapján, Montunók, meg ez egy elég hosszú iskola, most én egyiket se jártam ki, én csak az zenét, amit hallgattam, az kb. azonnal le tudtam játszani, és ez a mai napig így van. Szóval, hogyha valamit tetszik, és, hallgatom, akkor gyakorlatilag a technikai részét is le tudom, magamévá tudom tenni, és ezért van az, hogy két kézzel, ugye a jazz zongoristáknak mind a két kezének jóknak kell, hogy legyen a bal, az inkább akkordos, de egyébként vannak azok, akik, mint például a vargati is, aki két kézzel is ugyanúgy tud Peter játszani, most ez nem jellemző a latin zongoristák, ők inkább akkordot játszanak, de ugyanúgy, tehát igazából dobolni a kézzel ez a helyzet az újakkal. Na most két olyan dolgot is említettél természetesen egyebek mellett, amely nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Az egyik az, hogy ezek szerint a kőbányai zenei stúdió után a jazz székre nyertél felvételt, de előtte még arra kérdeznék rá, hogy dobolni is tanultál. Ez hogyan jött képbe, és még ma is tart-e az, hogy időnként odaülsz a dobszerkó mögé? A dobszerkó mint olyan, tehát a jazz dobolásról beszélet. Én azt mondom, hogy ez a, <laughs> Isten a Jávori Vili bácsit, a sísapkázás, ahogy ő mondta. Szóval az a része, az nagyon sokat segített nekem, és a kőbányában erre csak ráérésítettek, mert hogy ott kötelező volt dobolnunk. Tehát a mi, az én generációm, aki a kötelező mellékhangszer volt a balok, dobulás? karcsika, nem tudom, hogy még csinálják ezt a rázgyőző, meg akik abban az évfolyamban jártam, a Samu Pisti mezei, Robi. Tehát mi, mi a, a előtt kettő év folyamán jártunk oda a nagy Laciék előtt, kötelező volt a dobolás, és én annyira megszerettem, hogy engem a Vili bácsi fel is vett magához, és akkor onnantól kezdve hogy elég hosszú, hogy hat éves időszakot ledoboltam, tehát azt megelőzően így dobolgattam, de, de ő igazából rendbezedett, és a dobol Csaba. Tehát ő pedig rokkot tanított nekem, ha hiszed, ha nem. Majd amikor ennek az egésznek vége szakadt, egy brazil dob zenekarba a Blokkó de Budapestben azóta doboltam 7-8 éven keresztül, mint repinikes. És milyen érdekes dolog, azt szokták mondani, a dobosoknak, hogy jó, hogyha egy picit tudnak zongorázni, mert segít a játékukban, viszont ez ezek szerint, a te példád jól mutatja, hogy fordítva is igaz. Tehát egy zongoristának is nagyon sokat tud segíteni, hogyha tud bizonyos szinten dobolni, de hát ahogy hallom, te egészen jól dobolsz, és ugye tényleg segít a zongorázásban is. Nézd, én azt látom, csak Nyilván hogy... Nyilván nem a technikára gondolok, hanem nem, ö, ö, nem, nem, nem. hogy úgy mondjam, agyban. Világos, világos. Nagyon sokat segít a, a splittelésben is, ugye az agyban. Én nem tudom felhozni példának más, csak a legjobb a cumót például ott fantasztikusan dobol. És ugye milyen fontos, és teljesen mindegy, hogy dobosnak a fia, vagy sem, az teljesen mindegy. Vagy tálas hát az áront azt hagyjuk, hogy nem tudom, mert én, én, folyamatosan csak leizadok, amikor őt hallgatom, vagy látom, de nagyon fontos. És az ongoristáknak, ugye neked is, egy, ha könnyebben átlátsz egy hangszert, sokkal könnyebben átlátsz egy, mondjuk egy gitárt, vagy egy basszusgitárt. A, a bőgöt már nem de a basszus utánig eljutottam, szóval van is otthon minden hangszerem, de a dob az nagyon-nagyon fontos. Főleg, amikor olyan dobos fogunk ki, hogy rázás közben a lábcint elfelejti használni, vagy nem akarja, és akkor na, hol az egy? De ne nagyon sokat segít. Én, én javaslom mindenkinek, a növendékemnek is pedig klasszikus zongorát tanítok Sojmáron, ott is én mondtam, hogy vegyék fel fakultációba a dobot mindenféleképpen. Tehát olyan nincs, hogy nem. Tehát hozzám csak úgy lehet bekerülni, hogyha mellette eljárnak dobolni. Azt gondolom, hogy az eddig elhangzottakból is ö, világosan látszik az, hogy hatalmas akaraterőd van, és ö, a legjobb értelemben vett alázattal állsz a zene felé. És hát jól mutatja ezt az is, hogy ö, elvégezted a jazz tanszéket, ahol a felvételén bizony nagyon komoly szinten kell klasszikus zongorázni, sőt, előbb említetted, hogy már tanítod is az ifjú nemzedéket, tehát átfordult azért ez a klasszikus zene iránt érzett picit eltávolodási vágyad, vagy nem is tudom, igen. hogy ki magamat, szóval ezen is túltetted magad. Muszáj voltam, igen. Igen. Én, én azt mondom, hogy a zenén belül nem szabad bezárkózni. Szóval, hogyha valaki tényleg mondjuk ebből is él, ami egy nagyon jó kis eset, akkor tényleg nyitottnak kell lenni. Én legalábbis így, így érzem, és ezért tudtam folyamatosan mindig a zenek közelében maradni, akár a latin, akár a jazz vonal, bár a jazz vonalat meg kell, hogy valljam őszintén neked, én azt azért nem erőltettem az elmúlt 5-6 évben, a jazz szak ideje alatt sem, mert úgy éreztem, Már hogy... Mármint itt a swinges vonalról Hogyne a swingről, persze, persze a swinges vonalról, a kicsit ilyen fúziósabbról, mert nem éreztem volna magam annyira hitelesnek benne. Érted, hogy... Szóval van önkritikám. Jó nagy adag önkritikám van, és hogyha valamit hallok, hogy az nem olyan, akkor én vagyok az első, aki azt mondja, hogy ez nem jó, nem várom meg, még más is azt mondja. Szóval a kritika, mint olyan, az elsősorban az nálam indul, és ezért nem voltam egyébként eddig annyira úgymond hívott vagy keresett ember a, a jazz vonálba, mert úgy éreztem, hogy az, amit én tudnék csinálni a jazzben, az valószínűleg tartom, hogy nem annyira maradandó, mint amennyit mondjuk esetleg hozzá tudok tenni egy másfajta típusú zenében. A jazz tanszakon elfogadták azt tanáraid és diáktársait, hogy már akkor nagyon erősen elkötelezted magadat egy bizonyos vonulat mellett? Képzeld el, Karcsi, hogy ezt ezt egészen egyszerűen le tudom modellezni. Én abban a 2016-ban vettek fel a, a jazz szakra, amit egyébként megmondom őszintén nem értek, hogy hogy történhet. Elmondom, elmondom, miért. Abban az évben felvételizett felem a nagy Ábel is a nagy Jancsinek a fia. El tudod -e képzelni, milyen érzés volt oda menni? Én akkor voltam, hát nem fogok hazudni, 30 éves, a 19-20 éves YouTube minden nyitva volt, tárva, megtudtak tudtak akárkit, akármit tanulni, ez a te és az én időmben nem volt jellemző, úgy érzem, hogy ezt mondhatom mindkettő nevében. Az egyik teremben Csikkóreát hallottam zongorázni, a másik teremben pedig Herbie Hancockot, és akkor volt még egy, ahol meg már a J.K. Kuli a negatív harmonizációt, és így fogtam a fejem, hogy én mit akarok itt, úristen. És akkor, amit én vittem, ugye Bach, volt tempétek, ez levít, mindegyik, mindenhonnan az volt, ó, mondom. <laughs> tehát mondom, kiválasztom azt, amit biztos, hogy el fog tudni játszani, és tehát egész egyszerűen elképesztő volt. Tehát olyan hogy effektíve koncerteket hallottam minden teremből, és a telefonomra ránéztem, mondom, fejmom a feleségemet, neki egyébként <laughs> drukkolt nekem, hogy hát, drágám, én nem megyek be, esélytelen vagyok. És akkor pont ott volt a fiamnak a fotója, hogy most is, és akkor mondom, hogy apa miatt bemegyek, megpróbálom. És Tényleg 40 jelentkezőből engem vettek fel egyedül. Szóval az, az, az egy nagyon nagy meglepetés volt számomra. Piller Marci, tehát itt tényleg tök jó zongoristákról beszélek, és egyszerűen elképesztő volt, hogy engem vettek fel, és az, az, évek, az évek alatt én voltam az egyedüli diák, aki küldte a tanárát muzsikálni maga helyett. <gül> Igen, <gül> volt ilyen, mert én hogy akkor popper voltam, popzongorista akkor én a Hevesi Tamással lejártam, a Freddivel, tehát a rokvonalban, néha még Gáspár is beugrottam. Tehát azért itt voltak, voltak dolgok. Sanyi, az első részben említetted, hogy gyermekkorod óta nagyon fontos volt számodra és családod számod, számára az Isten hit és azt gondolom, hogy ez természetesen a mai napig így van, és nagyon sok nehézségen ö, tudott neked ö, támaszt nyújtani, és, ö, és, ez a hit, ez, ez, segített neked. Tudom, hogy minden ember ö, legbelsőbb magán ügyéről van szó. Amennyit jónak találsz, kérlek, oszd meg velünk ezen témán belül. Az Isten hit, én úgy gondolom, hogy az, az, egy, az egy ajándék az Istentől, hogy hiszel benne, mert ez nem, ez nem kialakul, hanem ez, ezzel így születünk szerintem. Nálunk én úgy érzem, hogy egy kicsit nyomatékosabban volt jelen, legalábbis a gyerekkoromra emlékszek vissza, amikor hát 25 évet töltöttem egy olyan gyülekezetben, tehát azért nem, nem szeretném megnevezni, a de egyébként szerintem nagyjából gyülekezetről beszélünk, akkor általában kettő vagy három féle van, de igazából ennyit meghagyok, hogy ez ilyen sejtelmes legyen. Szóval 25 éven keresztül ott voltam, és ez a minden benne volt, és jelen, jelen, van mai napig is az életemben. A fiamnak is lefekvés előtt imád kell mondania, illetve sűrű járunk egyébként olyan kegyhelyekre is, ahol... Tehát nekünk ezek ilyen hogy ilyen körút, hogy elmegyünk Mátra Verebébe, a Szentkútra, illetve megyünk Csitárra, ahol ö, ott is vannak ilyen, ö, ilyen dolgok. Nézd, úgy érzem, hogy ha kapunk valamit, a jó dolgot, akkor azért meg is kell azért hálálni, vagy, vagy tenni is kell valamennyit, amennyit tőlünk tegyék, és az időnkből nem, nem, probléma, akkor, akkor ezt úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen kell, hogy a hétköznapjainkban jelen legyen hordtam egyébként nagyon sokáig a, a, a családomat is gyülekezetbe, mentünk minden, a minden hát heti rendszerességgel jártunk. És ugye hát a, a, zene az viszont egy kicsit több odafigyelést igényelt, úgyhogy igazából ez ezért maradt el. Egy picit így úgymond hát, nem háttérbe szorult, hanem fel, felcserélődtek a, a sorrendek. De igazából én azt tudom mondani, hogy én minden, amin van, a, az, a diplomák, a falom, meg az elismerések, meg az ilyen verseny, meg az olyan kitüntetés, minden, azt mind az Isten küldte. Tezem azért van, mert hogy én ki vagyok, hanem mert hogy ő ott volt mögöttem, mellettem, szóval én, én mindent nekik köszönhetek, és úgy érzem, hogy valamennyit tudok visszaadni, hogy a gyerekeket is úgy tanítom, hogy engem tanítottak szívvel és lélekkel. Sanyi, rengeteg jobbnál jobb formáció tagja vagy, de most nem sokára lesz, ha jól tudom, a Kobuci kertben egy, egy, koncert. Mesélj nekünk erről a közelgő hangversenyről, és hogy melyik formációról van szó, és mit képvisel. Ez a formáció nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Úgy gondolom, hogy ha használom azokat a az, szó, hogy cigány, meg, meg olá cigány, az itt egyáltalán nem degradáló, legalábbis ebben a közegben. Ez azért tartom fontosnak kiangsúlyozni, mert egy olyan zenekarról beszélünk, aki a katalán rombát képviseli, tehát a Gypsy Kings vonal lett megragadva, és 12 tagú zenekarról beszélek, tehát elég komoly hangzása van és romungrók, olá cigányok is, nem, 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 romák, tehát magyarok, illetve zsidók. Szóval így tesszük össze a zenekart, és olyan ritmusunk van, amit így, tehát azt mondtam, hogy na le, emellé a vokson, mert ezt tetszik. 25-én lesz igen egy nagyon-nagyon jó koncertünk a Kobuci Mi a neve a zenekarnak? Majimó, Gypsy Mó, ez a neve. Egy pici magyarázatot ehhez. Én úgy tudom, hogy a mó a cigány nyelvben, ugye az, a, az a leg, tisztelet teljesen megnevezése annak, hogy te. Ha, de ha nem, akkor elnézést kérek mindenkitől, aki beszél a nyelvet, mert én sajnos nem beszélem. De a Majimó, a az, igazából ez a Rostás Mihálynak a... Az ő beceneve, az, az ő, ő be, A Masi. Magi. Így van, így van, ez az ő neve. Uh, és úgy, igazából soha nem kérdeztem még rá erre, hogy hogy, mi, mi hogy, hogy alakult ki ez a név, de nekem alapvetően tetszik, mert hogy ez így ki is lehet, hogy a cigány az egy világnyelv és hát úgy tervezzük, hogy, hogy, megyünk majd egy néhány országba, és ha jól, jól is értem, és, és látom, rengeteg munkát tettünk bele, tehát ez az egész tavaly, november óta zakatol is megy, csak folyamatosan cserélődnek a tagok, keressük azokat az embereket a puzzle-be, akik beleillenek. Most például egy nagyon furcsát fogok mondani, a Pintér Ferike, az neked azt hiszem a rokonod talán, vagy valami, nem tudom, hogy unokatestvére, zongorista, na ő a basszusgitáros. Na most ezt így kell elképzelni, hogy ennyire aki odaillik arra a pozícióra, ő lesz ott. Szóval nem a legjobb zenészeket kell bele beletenni, hanem a legjobban odaillő zenészt és hihetetlen, hogy milyen, milyen pregnásan basszus a a katalárumbának az alját. És ez a bizonyos ö, tagkeresés, hogy így fejezem ki magam, ez csapatmunkában zajlik? Tehát nem a zenekarvezető mondja meg egy személyben, hogy ki jöjjön játszani, hanem vannak megbeszélések? Akkor Meetingek? <laughs> kérdése, hat feleljek kérdéssel. Ezt nem szeretem és nem szeretitek, de muszáj vagyok megtenni. Ha olyan zenekarban vagy zongorista, ahol a zenekarvezető azt mondja, hogy most ő jön dobolni, akivel te három évvel ezelőtt esetleg összekülönböztél, de meg van mondva. Milyen lesz az, a zenélésednek a hangulata? Akár a próbákon, akár a koncerteken. Nyilván ez egy költői kérdés volt. Én azt mondom, hogy a leges, legjobb dolog az, hogy a zenekarvezető, itt a pillanatban a mazsi, de ő nem úgy zenekarvezető, hogy a zenekarnak a tagjait megmondja, hogy ki legyen, hogy legyen. Az ővi az utolsó és a végső szó, aki ő mondja ki, de hagy minket, hogy hagy dolgozzunk mi is rajta, had érezzük a sajátunkének az egészet, ami egyébként iszonyatosan diplomatikus személyiségre val, hogy nem, ő nem, ez a legjobb szó rá, és ezt szeretem használni, hogy ő nem ö, parancsol, hanem vezet. És ez nagyon nagy különbség, hogy nem megmondja, hogy na mostantól vele kell, és ha tetszik, ha nem, hanem hogy nem, ha valami nem oké, akkor beszéljük meg, hogy mi lehet a probléma, Mondjuk, hogy figyelj, ez és ez, és akkor utána, ha már mindenki egyöntetűen azt mondja, hogy igen, de tegyük fel még ő azt gondolja, hogy nem, akkor is hajlik a felé, amit mi mondunk. Tehát nem befolyásoljuk, hanem közösen megegyezünk. És nagyon örülök neki, hogy ilyen a hozzáállása. Jazzzenészként megbírkozol azzal a feladattal, hogy nyilván például ebben a formációban azért az improvizációra kevesebb lehetőséged van. Nem érzed úgy néha, hogy most kicsit jó lenne rosszalkodni, és nincs megbeszélve, de én most itt improvizálni fogok ezen a részen. Vagy megengedett a dolog. Ja, hogy úgy érzed, hogy, hogy úgy gondolod, hogy igen, igen, igazam, igazam, igazam van abban nekem, hogy az ilyen irányított improvizációknak sosincs jó vége. Azonban vannak megbeszélt kiállások, ahol, tehát valami minden, igazából azt mondom neked, hogy én most már egyre több olyan jazz koncertet hallok, ahol a szólók annyira nem nincsenek jelen, hanem mindig egy-egy valami van valakire ráhagyva, de igazából a dal köré van formálva a, a koncepció, és én ennek vagyok a híve már körülbelül 4-5 éve. Hogy nem, mert engem például most remélem, hogy nem fog megkövezni a társadalom, engem nem érdekel, hogy amikor egy tök jó zongora szóló után jön még egy gitárszóló, és akkor utána jön még egy négyezés a, a, a basszus meg a dobbal, és akkor elhúzzuk a, 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 a 4 öt perces dalt 22-re. Tehát ez engem már nem motivál. Én azt mondom, hogy a legjobb az, mindig az a legjobb zene, amire megmozdul a lábunk. Legalábbis én így érzem, és ebben a zenében megmozdul. Az, hogy nem jazzzelek, fogalmazzunk így, Klasszikus értelemben véve. Igen, nyilván. igen, mert ugye ezt mondani, ne jesszőj, tudod, ezt szokták mondani. Az engem most effektíven mi meg is nyugtat, hogy nincs az a kényszer, hogy na most egy nagyon komolyat kell csinálni, mert olyat csinált a gitáros, hogy fú, vagy valami. Nem, nincs. Ez, ez, a nyomás nincs, mert nekem számomra ez egy nyomás, sajnos, így mondjam. De, de jó érzés, mert, mert van egy kerete az egésznek. Szóval van eleje, közepe és vége komponistaként is feltűnsz, és ö, az volna a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy mikor kezdtél el ezzel foglalkozni? Egészen kiskoromban. Ez, tehát akkor elárulom, hogy a harmadikban a bukásom az azért történt, mert hogy kaptam egy Bartók mikrokozmos, talán hármas vagy négyes feladat gyakorlatból valamelyiket, nem tudom, és nem tetszett. És ö, ugyanabban a ugyanabban az időszakban volt egy Bach is, egy kétszoromú invenció, talán az f -dur. és ott sem tetszett valami, és így otthon átírtam. <laughs> otthon így átírtam, de a vizsgára megtanultam az eredeti, de valamiért a druk közben, vagy a, annak a következményeként az én általam otthon megírt és kidolgozott, de ezzel heteket töltöttem, de, de senkitől nem tanultam, soha nem csináltam ilyet, csak a hangokat kicseréltem. Csak. Hát ez tudom, hogy súlyos és, és vér, vérbe menő hiba, de ugyanakkor és meg... És viz, vizsgán sikerült. Vizsgán sikerült ezt elővennem, ellapni, és, a, és, amikor vége lett a darabnak, így fogtam a fejem, mondom, úr és elkezdhetem előre, mondani, nem kell semmi köszönjük, megbuktattak. Viszont jöttek tőlem, jöttek a Zene Akadémiáról hozzám, hogy a zeneszerzés szakra a különlegesen tehetségesek közül, mondom, de hogy is Isten ments, nem vagyok én zeneszerző, honnan tudja, azért, mert valamit átírok, de innen indult, tehát ez 9-10 éves korban indult. 9-10, igen. Már ott átírtam egy darabot, de nem, nem, direkt volt, csak egyszerűen nem tetszett nekem. Nem tudom, mit képzeltem magamról a kísérekként de hát úgy érezem, hogy ez egy ilyen édes hiba volt. És a kompozícióit milyen területen mozognak elsősorban? Én alapvetően, mondom, a be, be, befejezés, meg a... Meg a tehát szeretem, hogyha vannak részei egy dalnak, és inkább a populárisabb zene felé mozgok, de ugyanakkor meg ö, volt egy, egy most a jazz szakon, amit előadtunk a már az a Those Tears of My Son. Sajnos nem sikerült még felvenni, de megígérem, hogy ha felveszem, elküldöm. A gyerekem sírt otthon, mert jött a foga, és akkor nekem ugye ilyen zéhák voltak, mert itt, amikor majdnem kettőig így a karomba, és folyamatosan egy ilyen C hangon sírt. És aztán azt csináltam. A zenész apa. <laughs> azt csináltam, hogy bevittem a kis szobába, ahol ott volt a kis hangszerem, és akkor elkezdtem azokra, az a sírt hangokra har harmóniákat ütni. És akkor meg, megírtam egy egész számot a C C-hangra, és a Those Tears of My Son nevet kapta, a fiam azon könnyei, ami egyszerűen csak így a, 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 a tanárik, is átadom, hogy ez most mi. Szóval így, a, egy hangra nem az összes létező harmóniát fogtam rá, nyilván tehát valahogy igyekeztem összekötni és közjátékot tenni bele, de elég jó lett. Elég jó kis dal lett, és a fiam meg utána ugye végén elaludt, mert hogy hallotta, hogy itt valami történik. <síns> De így, Tehát igazából a jazzen belül is szívesen mozottam volna, csak az igazság mondom, csak az, az első felében, amit mondtam, azt tudom idézni, hogy nem, ér, nem éreztem úgy, hogy, hogy tudnám benne adni azt a száz százalékot, amit esetleg egy másik szórakoztatóbb zene felé tudok adni. Ha már a fiadról szó esett, akit hát ugye nyilván nevelsz, azért vannak neked, hogy így mondjam, fogadott fiaid is, és lányaid is, nyilván a tanítványaidra gondolok. Hol tanítasson, és mióta? Tavaly kezdtem el tanítani Sojmáron, a Hunyadi Suliban, amiben hát nevetséges, de hát így van, zongorát tanítok. És klasszikus hát, zongorát. Gondoltam És klasszikus zongorát. E, és az egészen kicsiktől, a 9 évestől, a 16-17 évesekig is, akik már nagyon ügyesek, ahová bizony normális tanácsot kell adni, mert különben ott tudod, nem jó. És hát én akkor szoktam telefonon segítséget kérni, az én volt az angol tanárnőmtől, aki nagyon sokunkat kinevelt, hogy tanárnő most itt mi a helyzet ilyenkor. Szóval nem önfejűsködök, hanem igyekszem belevonni a szakmát is, egy 40 éves tanítás, tanári, pedagógusi múltra rendelkező zongora művésznőnek, és kikérem a véleményét, akkor gondolhatod, hogy mennyire szívvel és lélekkel csinálom. Nagyon szeretem őket, és úgy veszem észre, hogy ők is szeretnek engem. Az órák nem izzadva telnek, hanem inkább mosolyogva. Ezért is járnak hozzám szerintem, és jelentkeznek. Tehát van, aki effektíva hozzám akar jönni. Tehát a felvételi előtt is volt, hogy a tanárról szeretnék kerülni. Tudod, egy éve most, most ez a második évem, és innen is oda megyek tanítani ép, úgyhogy ez soly már. Én soy már nem tudom, miért mentem olyan messzire, de, de ott. A közeljövőben, milyen tervek ö, vannak a fejedben, amelyeket szeretnél megvalósítani. És most itt általában, vagy általánosságban olyan ö, dolgokra gondolok, amelyek a, a te formációt hoz, vagy a te nevethez ö, kötődnek. A Majimó Móval úgy, úgy érzem, hogy sok munkám van és lesz, és azért jó, hogyha róluk beszélek elsősorban, mert hogy ez egy... Tehát ennyire a magadénak érzem. Ennyire, ennyire a, a magaménak érzem, igen, és azért hozzá kell, hogy még tegyem zárójelben, illetve az árvajel előtt egy vesző, és az árvajel végén egy felkiáltó jelen a mai rumba zenekart, ahol én ötödik éve oszlopos tag vagyok mint zongorista. Alapvetően ez ugye arról szól az a zenekar, hogy, a, hogy az autentikus latin zenét játsszuk. Az énekesünk, az a Mário Ocsa, aki Hondurászból érkezett, és nagyon hitelesen képviseli. Ugye nekünk volt Luciunk, Akit mindannyian ismerünk, a Kubaritmóból, ha jól tudom. De azért most itt van nekünk egy már jó akivel nagyon sokan, a Révész Ricsi is például dolgozik, akit egyébként ezúttal is csókolgatok, mert nagyon nagy, nagyon nagy tisztelője vagyok. A Mai Rumba is a, a Latin vonalakat beszélem, illetve hát én most úgy terveztem, hogy az elmúlt két évben eleget tanultam, fejlesztettem magam ahhoz, hogy a szóló projektemet elkezdjem, de nem, nem, annyira a jazz, inkább a nagy színpad felé fogok húzni, de erről is majd ezt mindenképp értesíteni foglak téged. Lemez is várható? Mindenféleképpen. Lemez, klip, szóval ezért megyek mind heti hatszor edzeni is, hogy valahogy kinézek a klipeken, tudod. De eldöntöttem úgy, hogy ez, ez mindenféleképpen lesz, és nagyon, nagyon bízom benne. Sanyi, megmondom őszintén, hogy az egyéb nagyszerű formációk mellett minden tiszteletem az övék, de ezt vártam nagyon, hogy hát ha elhangzik, és nagyon örülök, hogy elhangzott az, hogy a saját formációddal is készülsz nagy dolgokra. Ehhez és mindehhez nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és köszönöm szépen, hogy itt voltál a Jazz Cards-ban.